Green Pyramid and Oceanarium. A Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Szövetség 1951-ben alakult, jelenleg 60 ország a tagja. 1992-ben indította útjára a pályázatot a The Wall Street Journal, mint egyetlen média támogatója a szervezetnek, így nem véletlen, hogy egész oldalon számolt be idén is a nyertesekről. A magyarok 13 év alatt egyébként 13 kategóriában vittek el díjat. Idén a Nyíregyházi Állatpark mellett a Török Bálinti Telenor székház és a Pécsi Konferencia Központ épületét is díjazta a 40 tagú zsűri. Kedden Budapesten a szintén nyertes Continental Hotel Zarában számoltak be a nemzetközi sikerről. Az eseményen Nyíregyháza polgármestere kiemelte, a városnak az ismertség siker csak úgy, mint 2010-ben a zöld piramis átadását követő 500 ezer látogató. Vizsgáljuk azt annak a lehetőségét, hogy Sóstó fejlesztésében szervesken milyen attrakciók, épületek akár illeszkedne, mire van szükség, de meg kell mondjam őszintén, hogy ezt a pályázati támogatás nélkül nem tartom reálisnak, de fontos az, hogy legyen egy egységes jövőképünk 10-15 évre előre, és fontos az is, hogy ezeknek a megfelelő előkészítettsége is meglegyen. Az elmúlt 12 alkalommal a hazai pályázaton több mint 220 alkotás mutatkozott be. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai az építészeti értékek mellett a projekt megvalósításának műszaki megoldása, a kivitelezés minősége, a fejlesztés gazdaságossága és eredményessége, valamint az, hogy az adott létesítmény hogyan járul hozzá a környezetében lakók életkörülményeinek javításához. A térképen egyre fényesebben ragyog egy-egy város egy közismert létesítmény révén. Mondjuk egy nagyon jó példa a Sydney Opera ház, amely Sydney, mint város érdekes volt, de senki nem gondolt rá. Azóta, ha megjelenik az Opera ház, mindenki tudja, hogy erről van szó, és én remélem, hogy Nyíregyháza esetében ugyanez lesz, hogy megjelenik az Oceanáromnak a fényképe, vagy egy kis film róla, és rögtön mindenki fogja tudni, hogy ez most Nyíregyházán van. A fővárosi tájékoztatón egyébként az állatpark az első lakójával, egy pitonnal lepte meg a résztvevőket.